Londonra egy-két múlva fog elutazni. Csík Ferenc olimpiai bajnok szobránál búcsúztatták az ötkarikás játékokra induló Major Veronikát. A Befak Keszthelyi Lövészklub sportolói, edzői, a Sportlövőszövetség, a Csík Ferenc olimpiai baráti kör tagjai, Veronika édesanyja és párja is jelen volt a Balatonparton. Nagy Bálint elmondta, a keszthelyi sportlövő már most sokkal öregbítette a város és a térség hírnevét. A polgármester szerint Verának elsődlegesen mentálisan kell jó állapotban lenni a nézők nélkül zajló olimpián. Mivel egy ennyire speciális helyzet lesz, nem elég, hogy olimpia, de ráadásul egy ilyen speciális körülmények között megszervezett olimpia, ezért én mindenek előtt azt kívántam, hogy mentálisan is legyen rendben, és a lehető legjobb teljesítményt nyújtsa. Mi nagyon büszkék vagyunk rá, visszavárjuk, és szurkolni fogunk neki Keszthelyről, az egészen biztos. Több keszthelyi olimpikon búcsúztatásán és fogadásán is jelen volt már dr. Iglódi Endre. A Csík Ferenc olimpiai baráti kör alelnöke elmondta, mégis most van a legnagyobb izgalomban, hiszen Vera igazi zalaiként, igazi keszthelyiként vesz részt az olimpián. Olyan izzig-vérig zalai érem, aranyérem még nem született olimpián, olyan sportolótól, aki itt is született. Csík Ferencet magunkénak valljuk, zalaiak, hiszen itt nőtt fel, itt nevelkedett Keszthelyen, de Vera izzig-vérig zalai lány. Ő Keszthely szülötte, Keszthelyi Sportegyesületbe versenyez, és valljuk be őszintén, esélyes az olimpián is, még a legfényesebb éremre is. Iglódi Endre ajándékot vehetett át a Magyar Sportlövő Szövetség titkárától és Keceli Zoltán edzőtől. Az Európai Szövetség zászlóját kapta. Ez lobogott a Gyenesdiási EB-n, amikor Major Veronika megnyerte a kontinens fiadalt. Keszthely bajnokában vegyes érzések kavarognak, nagyon várja az olimpiát. Júniusban Eszéken lég- és sportpisztoly versenyszámban is döntős volt, ami nagyon jó felkészülési lehetőség volt Tokió előtt. Veronika szerint nehéz lélekben felkészülni az olimpiára. Számláltam a napokat, számláltam az edzőtáborokat és a versenyeket, hogy már csak ennyi, már csak annyi van az olimpiáig. Nagyon sokat számít a család. Nekem nagyon szerencsém van, hiszen a családom és a párom is nagyon megértő és türelmes és toleráns velem, és amiben tudnak, csak támogatnak. Veronika egy hét múlva utazik Tokióba, július 25-én lő először. Női légpisztoly 60 lövés és női sportpisztoly 60 lövés számban küzd meg az aranyért az ötkarikás játékokon.